que tens a ser base. Ezer hacsi, ecskő. Indexelünk. Index, baszik működni. Original, oda nézzetek, lachde. Redna. 5000-es tesz, tökéletes. Lada, lachda. Szóval Sanyi, mi a pálya? Te kolbászképű. Na, megjöttünk a Maranello-i tesztpályára, oda nézzetek, a luxus kategóriás gépjármű. Fejtámaszt nincs, tehát hogyha benézjönnek hátulról, a nyakad el fog törni. Szevasz Sándor, mit szeretnél arra kifelé? Nagyon ki, uram, köszönöm, szevasz! Na, szóval itt vagyunk a Lachdával. Lachda! Oda nézzetek, öcsém, hogy ketyereg az a kis ezeröcsi? Vagy mi a faszom ez? 2103-as temetőjárat! Sándor, gyere vissza! Oda nézzetek, gyönyörű, szép, majdnem az originál állapotában pompázik a gép. Oda nézzetek, full extrás kivitel, van rajta kilincs, ami baszik nyílni, de mert be van zárva. Azt a kurva, ez nyitva van, fel kell húzni, manuál, zárt kioldás, tessék, originál. Oh, hogy nyílik, öcsém, az a kilincs szerkezet, az valami cefet. Te, mi ez az ajtó? Little bit of rusting on the door, nem probléma. Azt a bőrülés figyeljétek, nem ám szar, lerúgott német prémium. Gyerekek, ez orosz prémium. Tudjátok mi az orosz prémium? Ebben még van anyag. Tehát itt a bőr, az tényleg bőr. Nem ám izé, műbőr, mint a hulladéktelep Mercedes-en. Hát ez semmi. Átrakom ezeket az üléseket bele, szerintem az lesz a legjobb. Tessék, van hozzá originál krómléc, tessék, föl lehet rakni, fasz a feszes, fie, fasz a jó, mi a fasz? Azt hittem kibasztam a CVD-t, de nem. Originál műszerfal, letisztult, gyönyörű, oda nézzetek, egy kicsi repedés van csak rajta, de hát az belefér szerintem, gyönyörű, szép, nézzük a keszűtartót. Fuuu, originál, figyelj, van hozzá gyári hővédelem, tessék, gyári hővédelem, bitumenes kátránylappal, tökéletes, ragad, mint a disznó, van egy kis egérkotú fészek itt, befészkelt magának a picike, leellett egy 8 almot itt bent, hát tökéletes, ez hozzájár. Tehát ha megveszitek, vihetitek. Originál sztereó, figyeld már! Lehet pixelni. DJ motherfucker. Nem jön be semmi, oda nézzetek, full hiányos, no radio station. Everybody stay, oda nézzetek, lehet fadert állítani. Left or right, on a fader. Ja, fader, nem vagy balance? Ja, balance. Balansz vagy? Ja, balansz. Igen, elnézést. Na, szóval, le lehet kapcsolni, meg be lehet kapcsolni. Full extrás kivitel, MP3, DVD és MIDI hangzást tud produkálni. Főleg, hogyha belállítasz egy kalapácsot a közepén. Manuális ablak mechanizmus, 2 liter tejjel működik, 100 kilométeren, meg egy fél deci, és már megy is föl az ablakunk. Azt az ajtó vastagságot nézzétek. Tehát ez olyan vastag, hogy jön valami mitfárer, aztán oldalról telibe ver, te meg meghaltál. Ha csak nem a túloldalon ülsz az ütközés pillanatában. Hogy ketyeg az 1500-i papító? Benne a kamion akkumulátor. Figyelj, töltés az annyi van, hogy nulla. Azt mondjuk nem tudom, hogy kell bekötni, de majd azt majd a Lada mérnök specialisták meg fogják oldani. Gyári AMG plakett van itt, oda nézzetek, gyönyörű szépen. 2103 alvásszám, hát itt 7 számjegyből áll, a mostani autókon majd 15 darab, tehát nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ketyeg a gépjármű, Stefan örülni fog, Stefan! Itt lecsukjuk a motoreztetőt, originál, 310%. Nézzük előről.
Az ezeröcsi, az ezeröcsi, hogy ketyeg? Kicsit megfestettem itt elő, ami eléggé látható, de hát baszok rá, mert nem vagyok festő, meg nem is érdekel egyébként a festőszakma. De hát ez na, ez komoly a gép, na. Ó, érezni a friss festék szagát. Megállt egy csodáló, megállt egy csodáló, hogy szemügyre vegye ezt a gyönyörű. 1-6, vagy mekkora ez? 1-5? Faszom tudja, 21-03. 1-5 vagy 1-6, de tök mindegy, mert az 1-7-es is ugyanez a szarratár. Kisebb módosításokkal, mint elektronikus gyújtás és stb. De full, öcsém! Hogy kerepel, öcsém? Jó mágdaráló! Originál Russian motherfucking engine. Biciklis néni is megnézte a bicycle-ről a csodálatos ládát. Ott meg egy hulladék temető alfával megy az előbb megcsodálója ennek a ladának. Hát a kokszulám a hulladék temető, figyeled, szar nézel, hulladék, na mindegy. Na, figyeld már. Szóval, úgy hallom egy kicsit, hogy a szelep hézag, minthogyha kerepülne, de amúgy hibátlan a gép, gyújtás belőve. Ha megnézzük, az AC pumpát már ki kellett cserélni, mert hát szegény megette magát. Viszont, oda nézzetek! Az újkor hagyományaihoz híven, szarműanyag hulladékból készült AC pumpa, nem a hagyományos régi membrános verzió, olyat már nem kapsz, ha esetleg kapsz is, akkor nem itt. Na de mindegy is, látjátok, szarműanyag fos, tehát legalább tönkre tud menni. Tehát, ha már a motor sose áll meg, akkor legalább az AC szarjon már be, értitek? Tehát azért az új logika működik, 21. század, szemétgyártás van, kérem szépen, szemetet gyártunk. Jaj, de szépen ketyereg. Öcsém. Full. Ja, úgyhogy ez az 1.6-os, 1.5-ös, 1.7-es motor szinte ugyanaz. Kisebb-nagyobb módosításokkal, de hát lényegében ugyanaz. A Lada nem módosított. Még talán a 2022-es Nivában is ugyanez a temető motor van. Módosításokkal. De hát ez a fejtámla nélküli életérzés nekem valahogy nem jön át. Kérem, fáradjon be, uram! Azaz, így, né? Felvettük az utast. Hol a nyomás? Nulla? És megjött a 4 bar. 4 bar? Szevasz, Sándor! Mi a helyzet, kiskutyám? Profilból egy képet kérnék? Úgy né. Na, szóval mit kell még tudni erről az orosz rally autóról? Hát annyit kell tudnom tudni, hogy nem tudok róla semmit. Kérdezzétek meg a Sanyit, hogy mi a véleménye, Sándor? Mi a véleményed róla? Nézzétek, már full extrás kivitel. Tessék, ajtóvilágítás, na Mercedesbe. Tehát ez Mercedes stíl, but Russian style. Russian style. Milyen fullos, az Alfa innen lopta az órákat, ugye, amit középen van a műszerfalba. Itt is mi látható? Tank, vízhőfok és olajnyomás. Nagyon komoly! Fordulatszámmérő, kilométer óra. Hát mi kell lenni több? Hát ez full extra, gyerekek! Full! Extra. Extra.